lezajlott a Pannon Pumptrack kupa sorozat első fordulója túrán. Nagyszerű hangulatban az esőtősen visszarídó kemény maggal 49 versenyző részvételével valósult meg az első MKS-t akreditált Pumptrack verseny Magyarországon. Fantasztikus bicskei sikerek, hiszen a felnőtt elit kategóriában Németh Ádám első helyen, míg Soltész Oliver harmadik helyen végzett. A kerékpáros sikerekről, illetve a közeljövőben megvalósuló Pumptrack pálya igényéről kérdeztük a helyi fiatalokat. Na hát Peti, én azt gondolom, aki ismer téged a kerékpáros élet berkein belül, nem kell bemutatni. Mégis most itt azt gondolom, egy olyan társaság, aki főként helyiekből áll, és nálad a boltban is elég gyakran megfordulnak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen kerékpáros élet zajlik a városban, te mit tapasztalsz? Hál' Istennek azt gondolom, vagy azt mondható, hogy egy nagyon aktív kerékpáros élet kezd kibontakozni, ez most már jó pár évre visszamenőleg így van. Annak idején, mikor még mi voltunk a serdülő fiataloknak a nagy mozgató rugója, akkor még pont itt a Bicskeszíve Parkban, amikor még az uszoda csak egy álom volt és akkor készült, mi itt turkodtuk a kis ugratóinkat. És most azt érzékelem, azt látom, hogy mi ugyan felnőttünk, az idő felettünk elment, mi már egy kicsit más szegmensben közelítjük meg a kerékpárt, meg a kerékpársportot, viszont van egy újabb réteg, akik nagyon aktívan ilyesmikkel foglalatoskodnak Bicskén, és nagyon-nagyon örülök, hogy megtaláltuk egymást, és bejárnak a boltba, és egymást próbáljuk abban segíteni, hogy kicsit a kerékpározásnak ezt a szegmensét, az extrémebb kerékpározást, az ugratós, a pumptrackes, az egyéb lejtmenetes, gravitis szakágokban ismerkedni vágyókat össze tudjuk kovácsolni, és erre egy baromi jó hely a Bringa Bolt, szerencsére tud ez egy mond epicentruma lenni ennek az egésznek, és van olyan mögöttes tartalom most már, hogy el tudunk járni rendezvényekre, el tudunk járni bicajversenyekre is. Én sajnos egy picit most ezt a háttérből tudom, én úgymond friss édesapaként egy kicsit kiszorulok az aktív dolgokból, de a háttérben viszont nagyon-nagyon aktívan igyekszem ezt támogatni, és amiben csak tudok segítsége, próbálok lenni a mostani fiatalságnak. Körülbelül ilyen 12-13 éve ismerkedtem meg ezzel a bringázásnak úgymond a kicsit extrémebb vonalával. Akkor nagyon sűrűn jártunk ki Petékkel bringázni. Ők voltak úgymond a fő húzó ereje ennek az egész történetnek. Akkor nagyon sokan voltunk így városszinten, tehát ilyen 20-30 fős bolyókba jöttünk, mentünk a városba, mentünk el a környéki erdőkbe, stb. Építettük a pályákat. Engem inkább ez a gravitis, downhill-es lejtőzés fogott meg inkább, és akkor hát ugye a extrémebb vonalnak a megkezdésekor inkább ebben a irányban indultam el. Jártunk downhill versenyekre, országos bajnokságra, külföldet is néha meglátogattuk, vagy külföldi pályákat is néha meglátogattuk, és ezt egy ilyen aktívan 5-6 évig csináltam. Utána sajnos egy sérülés miatt ez az irány az így megszakadt, és most egy 2-3 éve sikerült újra aktívan részt venni így a kerékpározásba. Megvásároltam az első ilyen pumptrack biciklimet, és tavaly szerencsére is indultak ebben a szakákban a versenyek itthon. Tavaly azt hiszem már egy ilyen 3-4 versenyen tudtunk részt venni. Nagyon pozitívan fogadott az egész. Sok, illetve nagy lehetőséget láttam ebbe, hogy így viszonylag közeli pályákon változatosan tudunk bringázni, és idei évre már egy ilyen kicsit bővítettebb kupasorozatot sikerült leszervezni a Bringa Sport Szövetségnek, és idén ennek az első fordulója az a múlt héten került megrendezésre, és ezen részt is vettünk így bicskeiek közül egy páran. Szerencsére szép eredményekkel zártuk azt a hatott napot. Nekem személy szerint elit kategóriába harmadik helyet sikerült elérnem, és hát várnám a következő fordulókat, csak sajnos egy váratlan bukás következtében most lesérültem, úgyhogy most egy kis kényszerpihenő fog következni. Hát elég szép eredmény volt ez a mostani, és beszélj egy kicsit arról, hogy érted át ezt a legutóbbi versenyt, illetve az a közösséget, ami most itt jó páran körbevesznek. Milyen Bicskén a kerékpáros élet? Hát Bicskén lehetne jobb is, mert sajnos tényleg egy pálya hiányzik már csak, de
Például most Turán volt a verseny, amit ugye az Oliver is mondott. Sajnos négyen tudtunk csak elmenni, mert ugye annyian fértünk be az autóban. Ugye Oliver harmadik lett, nekem sikerült megnyernem a kategóriát, és Tóth Levente is velünk volt, ő meg a harmadik lett. Plusz meg volt Molnár Bence is, ő negyedik lett, majdnem dobogós lett ő is. Mutasd be egy kicsit ez a pályát, hogy milyen hosszú volt, illetve mi volt annak esetlegesen olyan a buktatója, mert ugye volt, aki bukott a versenyen. Mitől volt nehéz a pálya? Hát a pálya legjobb köridejtán 13,7 másodperc volt. Napközben elkezdett esni az eső, ugye ez kicsit megnehezítette a feladatunkat, de igazából mindenki ugyanúgy ment tovább. Verseny volt, úgyhogy nem adtuk fel, küzdöttünk, de jó volt, 50-en voltunk a versenyen. Szerintem nagyszerű program volt így hétvégére. Ádám, én azt gondolom, hogy most elkezdődött első forduló. Mit várunk tavasz-nyár? Hogy fog telni az idei év? Hát, megyünk annyi versenyre, amennyire tudunk, ugye. Hát, ez igazából időkérdés, hogy mennyire fogunk tudni elmenni, mert ugye lesznek messzebb is versenyek, ami nehezebben megközelíthető nekünk. Hát rajta leszünk, hogy elmenjünk az összesre, és minél jobb eredményeket érünk el. Azért van, felvetődik jó pár olyan kérdés, hogy ők hol is tudnak kibontakozni itt a városban, illetve itt a környékén, hol van nekik lehetőség gyakorolni, illetve most már kimondhatjuk, hogy elengedhetetlenül hiányzik egy pálya, ahol meg is mutathatják tudásukat. Te hogy látod ezt? Igen, ez egy nagyon szenzitív kérdés. Tehát alapvetően, mivel hogy ez egy extrém sportba sorolható tevékenység, aminek ugye ez egy nagyon-nagyon becsapós megfogalmazás az extrém szó, mert hogy ez mindig egy veszélyességi fokozattal társuló valaminek lehet egyből így asszociálni, vagy erre lehet így egyből asszociálni, de alapvetően azért ezeknek nagyon sok fokozatai vannak. És hogy hol lehet ezt? Hát gyakorlatilag bárhol lehet, viszont pont ez a baj, hogy valamelyest azért itt sebességről van szó, kerékpárral megyünk, és mivel a városon belül kell a srácoknak ezt megoldania, tehát hogy mindenféle lépcsőket, árkokat, bokrokat, minden olyan tereptárgyat próbálnak a srácok, mi is ezt csináltuk, próbáltunk minden ilyen helyet kiaknázni Bicskén, ahol alkalmasság van egy kicsit tempószerzésre, egy kicsit elemelkedni a levegőről, tehát ezek jellemzően tényleg a nagyobb patkák, esetlegesen a járdákon a lépcsők, árkok, bokrok, minden ilyesmi dolog, és hát ezt azért sajnos be kell látni, hogy ez nem feltétlenül egy teljesen jó irány, viszont én azt gondolom, hogy meg lehet érteni a fiatalságnak is ezt a fajta ambícióját, hogy szeretnének szárnyakat bontogatni. Most már egy olyan világban élünk, ahol az internet világában nagyon-nagyon kinyílik a perspektíva, tehát a srácok látják azt, hogy mi ez a sport, látják azt, hogy ezt a sportot nagyon jó körülmények között lehet űzni, és látják azt, illetve érzik azt, hogy ők ezben szeretnének részt venni. A kerékpárok adottak, szerencsére vannak olyan családi támogatások mindenkinek, hogy lehetőség nyílik arra, hogy egy stramerős masszív kerékpárral és védőfelszereléssel meg tudjunk jelenni az utcákon, és a probléma talán innen indul, hogy az utcákon kell megjelenni, és nincs arra lehetőségünk, hogy ezt egy szabályzott pályán, vagy egy pályarendszeren tudjuk megtenni. Így marad ez a presszió, hogy ahol a srácok éppen találnak egy kedvező, kellemes lejtőt, azt ők ki fogják használni, és azon fognak gyakorolni. Ezzel szemben, ahogy az államék is említették, amikor csak lehet eljárnak és eljárunk versenyekre, vagy különböző pályákra gyakorolni, de nyilván ez egy korlátolt dolog, ehhez autó kell, logisztika kell, ráérő felnőtt személyzet, aki tudja hozni őket, vinni őket, esetlegesen a tömegközlekedési csatornák jók lehetnek, busz, bár buszon ugye kerékpárt nagyon macerás, tehát a vonattal még el lehet jutni, de azt azért érezni kell, látni, hogy ezek nagyon-nagyon körülményessé teszik, és az életkornak függvényében meg nem is biztos, hogy mindenkinek ez szabad. Ezzel szemben ugye egy nagyon nagy segítségünkre tudna ez lenni, hogyha Bicskén belül tudnánk egy akármilyen kerékpáros pályát, vagy egy létesítményt kihasználni, illetve használni. Krisztián, én azt gondolom, hogy amikor már a gyermek egy élsportolóvá válik, és főként egy extrém sportot választ, költségileg, időbe, illetve én azt gondolom, a kicsit a család háztartását, illetve így a dinamizmust is úgy felborítja. Ti hogy élitek ezt meg otthon? Nem könnyű dolog, de mivel a gyermek ezt élvezi és imádja, ezért természetesen amennyire anyagilag tudom, én maximálisan segítem, támogatom. Én örülök annak, hogy bicózik, mozog, sportol, mer kiállni, versenyezni, ugye ez az önbizalmát is növeli egyértelműen, nem állandóan, sajnos a mai fiatalok hajlamosak arra, hogy csak kockulnak, és így viszont nem, tehát mozognak,
társaságban vannak, tehát nagyon nagy közösség építő ez a sport. Ezt én tapasztaltam különböző pályákon, ahova már elkísértem a gyereket. Szülők is összeismerkednek, idegen gyerekek összebarátkoznak, és megbeszélik ezt a fajta sportot, szülők megbeszélik az anyagi részét. Beszéljünk erről egy kicsit, mert azért tudjuk, hogy nem csak a bringa, hanem azért van itt olyan különböző felszerelés, amit ugye a srácok magukra öltenek, különböző védőfelszerelések, ami... Tehát ezek mind-mind az ember egyértelműen, hogy azt akarja megvenni, biztosítani a gyereknek, ami tényleg hasznos. Tehát mind a sisak, mind esetleg a térdvédő, a könyökvédő, akkor valóban egy olyan bicikli legyen a gyermek alatt. Ennek igen van anyagi vonzata bőven. Én azt gondolom, hogy ebbe azért segítséget is kapunk, köszönjük Peti, mert azért vele időnként le tudunk boltolni egy-két dolgot, illetve mondjam azt, hogy az idősebbek, tehát Ádámék is nagyon-nagyon sokat segítenek különböző alkatrészekkel, akkor felszerelés kipótlással, meg mondjam azt, hogy ezek épített biciklik, amit ők raknak össze a felnőttekkel együtt, és megoldjuk az anyagi részét, nem egyszerű. Tény és való, kerülhet súlyos tízezrekbe is, de én úgy gondolom, hogy azért ez mind visszahozza a hasznát azzal, hogy az ember látja azt, hogy a gyereke boldog, és élvezik, és sportol, és mozog. De azért én megkérdezem, hogy mit érzel abban a 30 másodpercben, még leír a pályán? Van, amit nem akarok látni, de büszke vagyok rá. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Hogy látod itt a városon belül, milyen lehetőségei vannak a gyakorlásra, illetve hát itt a többi srác is, aki vele együtt azért egy közösségben mozognak, hol van nekik felület? Nagyon, tehát tényleg, amit Peti is elmondott, hogy különböző árkok, különböző lépcsők, különböző ugratók. Tény, hogy nagyon sok helyről elzavarják őket, tehát felnőtteket, idős embereket esetleg zavar, elfogadható, elmennek onnan, keresnek maguknak más helyet. Tehát nagyon-nagyon hiányzik innen Bicskéről egy pálya, ahol valóban ezeket a biciklis élményeket megélhetik és gyakorolhatják biztonságos keretek között.